Az előbb úgy kezdtem, hogy az elejét elemezzük, most a végét elemezzük. Mi volt Tomori Zsuzsa fejében, amikor az időn túli szabaddobásra odaállt? Mert hogy azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy 7 vagy 8 gól az előny, és hát 8 lett. Igen, hát nem izgultam túl a dolgot, megpróbáltam megkeresni a legkisebb embert, és bíztam benne, hogy még gyorsan el tudom fölött előni. Hála bele is nyúlt, úgyhogy még bepattant a kapus lába között. Hányadik percnél érezted azt, hogy de jó lenne, ha most lefújnák? Hát az első fél idő után, azt hiszem, amikor bementünk az öltözőbe, látszott mindenki, hogy tényleg megtett mindent ezzel ott a fél óra alatt, de úgy gondolom, hogy ebbe be is fáradtunk. Az látszott is a második fél időbe, de nagyon örülök, hogy az utolsó 10 percet valahogy meg tudtuk nyomni, és azért azt a 8 gólt megtartottuk. Nagyon fontos volt ez. Így úgy gondolom, hogy nem azt, hogy nem kell izgulnunk, ha ugyanígy készülünk, akkor azt hiszem ez meg lesz. Ugye arról beszéltünk a meccs előtt, hogy ez egy nagyon erős csapat, nagyon nehéz lesz ellenük, de az első fél időben ebből sok mindent nem láttunk. Ez inkább nektek köszönhető, vagy ők egy kicsit gyengén álltak hozzá? Igen, én úgy érzem, hogy még annó 2 hónapja nagyon megijedtünk, hogy mindig itthon kezdjük a mérkőzéseket, de ez úgy látszik jó hat ránk, hiszen az első fél időben szinte mindenki 120%-on játszik, és jöhet akármilyen csapat, nem tudom, 8-10 gólra el tudunk menni, úgyhogy ez minket dicsér, hogy így fel tudunk készülni, már csak mondom, ezt kell egy kicsit szólni, ezt a második fél időt, nehogy véletlenül ezen múljon majd. Az időn túli gólodat kielemeztük, elemezzük a többit. Mennyire volt nehéz ellenük gólt szerezni, mert az első fél idő, első pár percben úgy tűnt, hogy nagyon könnyű. Igen, úgy gondolom, hogy megtaláltuk a ritmust, tehát a lerohanásokban szinte csak adtuk a labdát, láttuk a helyzetet, be tudtuk lőni, úgyhogy nem tudom, nagyon jól mentünk az első fél időbe, a másodikban, ahogy láttad, már szenvedősebb volt, ott lelassult a játék, de ha tudjuk tartani ezt a gyors játékot, akkor azt hiszem, hogy ilyen eredményesek leszünk. Akkor végére egy tipp, megvan a további jutás, meg lesz? Nem akarom elkiabálni, úgyhogy inkább nem szeretnék semmit mondani. Én nagyon bízom benne, és nagyon fogok érte küzdeni.